Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit. Fennállás a legjobb bajnoki szereplésén van túl az ötvös DS-e. A debreceni röplabdás lányok célja bemaradás volt az idény előtt, de végül az előkelő ötödik helyen végeztek az NB1-ben. Vendégem az együttes vezetőedzője Szombati András. Szervusz András, köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a Debrecen Televízió nézőjét. Mikor legutóbb itt voltál nálunk október végén, akkor egy szenzációs szezonrajtról beszéltünk, akkor ugye kettőből kettőt nyertetek, és hát hál' Istennek ez a lendület, ez mint látjuk ki is tartott itt a szezon végéig. Hát ahhoz képest, hogy az elmúlt eddig kétszer voltatok első osztályú szereplők, és egy-egy győzelem volt a mérleg, itt most ugye összességében 11-ig mentetek. Mi volt a kulcs, mi volt, ami változott, hiszen azért gondolom, hogy ez a jó szereplés egy picit azért téged is meglepett. Igen, nagyon örülünk, hogy sikerült ezt a szezont így lehozni. Gyakorlatilag a játékos keretben nem volt igazából pozitív változás, tehát hárman vagy négyen elmentek a tavalyi keretből, amikor itt egy győzelmet tudtunk a Gödöllő ellen aratni 3-2-re. A csapat magja megvolt, tehát a legjobb játékosunk a Vajda Beáta, a Fehér Panni, a Tóth Kinga, a Bénikit is sorolhatnám, gyakorlatilag majdnem mindenki itt volt. Én úgy gondolom, hogy akkor is voltak már szoros mérkőzéseink, csak nem sikerült győzni. És most ebbe a szezonba ért össze ugye a csapat, a helyezkedésünk is egy kicsit stabilizázult, a védekezésünk nagyon-nagyon feljavult, és úgy gondolom, hogy a lányok egymásért is nagyon szépen tudtak küzdeni, illetve a egymás közötti szociális kapcsolatok is erősödtek, és talán ez is segített a szoros mérkőzések megnyerésében. Az alapszakaszban rögtön 7 győzelemig mentetek, és többek között ugye a TF-et is sikerült megnyerni, partiban voltatok a MÁV-val, a Gödöllővel is. Mondtad, hogy ugye tavaly egy-két nüanszon múlott ezek a pontszerzések, most viszont összejöttek, többször is volt, ugye bravúr győzelem is volt, sima győzelem is mondhatjuk, ugye 3-0-ra is többször nyertetek. Mi volt, ami változott talán? Mi volt az a pici plusz, ami hozzátevődött a játékotokhoz, amivel ugye sikerült megugrani ezt a szintet, és ugye amit korábban esetleg elveszítettetek, az most összejött? Hát én úgy gondolom, hogy a tavalyi év azért nagyon sokat segített a játékosok fejlődésében, annak ellenére, hogy nem nyertünk mérkőzéseket, de nagyon sok rutint szereztek, nagyon sok fiatal játékosunk van most, és még nagyon sok középiskolásunk is van, egyébként a kezdőcsapatban is vannak, és úgy gondolom, hogy bár nem sikerült a győzelem, nagyon sok olyan tapasztalatot szereztek, ami segített ahhoz, és talán a csapat önbizalma is megjött a győzelmek után, tehát amikor a Budaörsöt idegenbe 2-0-ra, 3-2-re meg tudott nyerni, az egy felszabadított egy gátat, és utána úgy gondolom, hogy erősebben meg tudtuk húzni a nyitásokat, bátrabban tudtunk támadni, és az önbizalmunk is helyén volt. Ha már kiemelted a Budaörsöt, ugye ők voltak azok, akik végül az alsóházban előttetek végeztek, ott voltatok ugye szorosan a nyomokban, de végül ott ugye az ötödik helyen végeztetek. Maga az alsóházi rájátszás az mennyire volt más, mennyire volt jó? Nyilván azért tudjuk, hogy ilyenkor van igazán nagy tétje egy-egy találkozónak. Igen, hát igazából én se és a játékosaim se ezt a fajta lebonyolítást még nem élték át. Tehát az alapszakaszban ugye 21 pontot szereztünk összesen, és ez lenullázódott, és nulláról kellett kezdeni. És bár megvertük a Budaörsöt két nagyon szoros mérkőzésen, idegenben 3-2-re és itthon 3-1-re, azért ezek a mérkőzések úgy gondolom, hogy nem egyértelműen a mi javunkra dőlhettek volna, hanem más is lehetett volna. És a rájátszásban egy-két játékos nem olyan teljesítményt nyújtott, amit ez kellett volna, és bár szoros szedtekbe, de kikaptunk mind a kétszer, így az alapszakaszban a negyedik helyen végeztünk, és a rájátszás végén pedig a bajnokságot az ötödik helyen zártuk, de úgy gondolom, hogy az eredeti célkitűzésekhez képest ennek is örülhetünk. Kicsit beszéljünk a legutolsó mérkőzésről, akkor már biztos volt ebben maradásotok, ugye Pécset vertétek meg 3-2-re. Az alapszakaszban mind a háromszor nyertetek ellenük, itt a végén, amikor játszottatok ellenük, akkor a hétvégén akkor hogy volt igazából, hogy nem volt tétje, de gondolom azért cél volt az, hogy ezt az egész szezont, ezt szépen zárjátok le. Hát természetesen nyilván több szempont is van egy ilyen mérkőzésnél. Nem csak a bennmaradásunk, hanem az ötödik helyünk is biztossá vált, tehát igazából ez helyezést már nem jelentett, bármilyen arányban győztünk volna, vagy vereséget szenvedtünk volna. Nagyon sok olyan játékosunk volt, akik végig dolgozták a szezon, de nagyon kevés játék lehetőséget kaptak. Itt volt a Pálffy Kitty, aki a DRC-nek a harmadikos hallgatója egyébként, és más játékosok is. Tehát úgy gondoltam, hogy talán most, ha esetleg el is megy egy-két játszma, akkor nem olyan nagy probléma, és a csapat egysége miatt ezeket a döntéseket meg kell hozni. Illetve a
kimondva, kimondatlan legjobb játékosunk, Vajda beállt a sérültet, játszott, és bár az elején beállt, de gyakorlatilag nem ért labdába. Én úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal magasan kvalifikált játékosok nélkül nagyon nagyra értékelem, hogy ezt a Pécset meg tudtuk itthon verni. Már idegenbe is elvettek tőlünk egy játszmát, és ott is nagyon-nagyon szoros volt a mérkőzés, bár 3-1-re nyertünk. És talán azt mondom, hogy ezt talán nagyobb sikernek érzem, ezt a 3-2-es győzelmet, mint amikor a legjobb játékosainkkal esetleg 3-0-ra vagy 3-1-re tudtunk győzni. És ezt az egész szereplést, ezt mindezt úgy értétek el, ugye, hogy tudjuk, hogy a Covid miatt az anyagi helyzet nem volt a, hát mondjuk úgy, hogy legkielégítőbb, és az edzés lehetőségek is csökkentek, hiszen ugye sokan akár napi 2-t edzenek, ti viszont heti 3-4-et tudtatok, ráadásul 2 helyszínen, hiszen Derecskén és Debrecenben. Ez mennyire volt egy, ennek fényében, ennek tükrében, ez plusz mennyire jó eredmény, amit elértetek? Hát én úgy gondolom, aki sportban van, azt tudja, hogy azért minél több edzésre, minél jobb eredményeket lehet elérni, és nyilván amíg más csapatok esetleg napi 2-t edzenek, normális körülmények között nekünk utazva sikerült ezt a heti 3-at, tehát úgy gondolom, hogy ezt ilyen módon nem segítette a mi fejlődésünket, viszont a játékosokból egy olyan dacot hozott létre, váltott ki, ami csak azért is meg akarták mutatni, és végül is ez jól sikerült ki. Jól sikerült, hát nem szabad panaszkodni utólag, nyilván volt egy időszak a bajnokságban, amikor még az extraligáért is játszottunk, és a Gödöllőt idegenben meg tudtuk verni, akkor az extraliga feljutásért játszhattunk volna, 2 ponton múlt ez az alapszakasz végén. Hát feleslegesen nézünk vissza, úgy gondolom, hogy talán most már, hogyha a jövőre tekintünk, akkor talán sikerül megalapoznunk úgy a anyagi helyzetünket is, hogy jövőre ez nem a maximális cél lehet, hogy benn maradjunk, hanem esetleg a minimális. Ezek szerint ez a DAC, ez tényleg jól összekovácsolta a lányokat, és nézegetve akár az együtteseteknek a Facebook oldalát, a közösségi médiában is azért úgy kitűnt, hogy jó közösségről van szó, hiszen sok ilyen csapatösszetartás volt, ugye a szokásos naptárfotózás, mindig volt egy-két olyan kis szabadidős tevékenység, ahol láttam én is a lányok arcán a mosolyt, és azt, hogy tényleg jól érzik magukat. Ilyen szinten egyébként, közösség szinten milyen volt az idei csapatod? Hát én úgy gondolom, hogy 2 játékosnak mindenképpen meg kell ezt köszönnöm, aki ebben segített, a Takás Diósolya, aki a feladónk a csapatban, és a Fehér Anna Ditta, aki a csapatkapitány. És egyébként folytathatnám a sort a Papcsengével, aki a liberunk, tehát az ő lakásukon is volt gyakorlatilag ilyen csapatösszetartás. Nagyon jó volt a kohézió, tehát az idegen légiósoknak is volt konkrét barátnőjük, a fiatalok is megtalálták hangot esetleg már 1-2 évvel idősebb játékosokkal, és ez a 2-3 játékos, akik a nevét említettem, ezek pedig nagyon szépen összefogták, és partnereim voltak abban, hogy sakkozzuk azt, hogy esetleg mindenki viszonylag jól érezze magát a versenyhelyzet ellenére is, mert hát nyilván a csapatba kerülésért azért versenyhelyzet volt. Ennek fényében akkor hogyan fog kinézni itt az elkövetkező időszak? Mi a cél a csapat egybetartása? Lesznek-e távozók, lesznek-e érkezők? Azt ugye láttam, hogy a Viki Young az most ment haza, ha? Éppen igen. Ő is azért fontos láncszeme volt itt a csapatnak. Hogyan fog a következő néhány hónap itt, vagy néhány hét játékos mozgás szempontjából kinézni? Hát erre én is kíváncsi vagyok, igazából nyilván az anyagi helyzet ez befolyásolja majd, hogy esetleg tudunk-e idegen légiósokat hozni, vagy nem. A Victoria az ma 4 órakor startol Debrecenből, és hát most már valahol Isztambul környékén van. Vele nem állapodtunk még meg, mi megtettük az ajánlatot, ő nyilván az ügynökségével ezt átnézi, gondolom próbálnak még jobb ajánlatokat esetleg keresni, és ő egy hónap múlva fog dönteni, hogy jön-e. 2 nagy kérdés van a Vajda Beát, aki a legjobb játékosunk, illetve a Fehér Anna Ditta, akinek más céljai vannak az életben. Nyilván mi reménykedünk, hogy úgy döntenek, hogy mellettünk lesznek és jövőre, és a csapatunk tagjaiként fogják a pontokat szerezni, de ha nem, akkor vélhetően új játékosok után kell nézni. Nyilván ez az első verzió nekem szimpatikusabb lenne, hiszen ismerik a társakat, ismerik a helyezkedés, jobban össze vannak szokva, de hát az élet majd ezt eldönti, hogy kell új játékosok után néznünk. Viszont az utánpótlásra is lehet akár támaszkodni. Néhány szóban itt zárásként a fiatalok hogyan teljesítettek? Tudjuk, hogy az ötvösnél mindig is hagyományosan jó volt az utánpótlás. Most mi a helyzet? Hát mivel Diáksport Egyesület vagyunk, mi tényleg felfelé építkezünk, és most is a kezdő csapatban, most hirtelen nem tudom, de 4-5 játékosunk van, aki saját nevelésű, akár a Fehér Anna Dittát mondom, akár a Fehérvári Vivént, akár a Pálfi Kitit, akik gyakorlatilag ott vannak a keretben, és sokszor pályára is léptek.
Hát az U13-tól az U21-ig minden korosztályos csapatunk megvan, ez egy NB1-es csapatnak követelmény is, hogy a bajnokságban szerepeljen. Az U17-esek a harmadik osztályban az országos bajnoki címért szerepelnek, az U13-asok a harmadik osztályban sok győzelemmel és kevés vereséggel állnak, a U15-ösök hasonlóan szerepeltek eddig, az U19-esek a 5.-9. helyért fognak játszani a második osztályba, és az U21-esek majdnem hatalmas bravúrt értek el, hiszen az országos hatos döntőbe kerülésére Kaposvár és az Újpest ellen játszottak. Hát ott a Szedmák Rékával is egyéb más felnőtt válogatottak a felálló ellenfelek ellen már nem tudtunk győzni, de úgy gondolom, hogy azért minden korosztályos csapatunk szépen teljesített, és mint ahogy a tavalyi évben is, én remélem, hogy a idei nyáron is fel fognak kerülni a játékosok a keretbe, és ha a mérkőzés eredményei lefolyása úgy engedi, akkor természetesen próbálok nekik is fokozatosan játék lehetőséget biztosítani, mert mindenféleképpen az lenne a mi jövőnk, hogy ezeket a játékosokat be tudjuk építeni. Hát ez zárszónak sem volt utolsó. András, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és gratulálunk őszintén az idei teljesítményhez, mind a felnőttek, mind pedig az utánpótlással. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a lehetőséget is. Kedves nézőnk, ennyi volt mára a Hajrá, várom önöket a következő szerdán is, a viszontlátásra.